Negyed évente szervezi meg ezeket a találkozókat a Széna Egyesület a Mindenünk a Család program keretében. Mindig az aktuális helyzetről tájékoztatja az érdeklődőket, most a legaktuálisabb, hogy a járási hivatalok létrehozásával mi minden változott a szociális területen. Interaktív formában szokott zajlani, tehát van egy tájékoztató része, és abba eleve lehet belekérdezni, valamint tényleg itt olyan emberek vannak itt, akik sok családot elérnek, és rajtuk keresztül az információ eljut a szükséges helyekre. Amiért mindenkit leginkább érint és leginkább foglalkoztat. Zökkenőmentesen történt meg az átállás, mondta el Híradón kérdésére a székesfehérvári Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Iroda vezetője. Kincses Zsolt Dávid úgy fogalmazott, az eddig hozzájuk tartozó ügyeknek körülbelül 30%-a került át a járási hivatalokhoz. Amely feladatok átkerültek, az időskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés, az ápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés, itt azonban azokban az ügyekben, ahol tartósan beteg 18 év feletti ápolását biztosító ügyfélkörről van szó, azok az ügyek itt maradtak. Tehát kifutó jelleggel még nálunk vannak az úgynevezett méltányos ápolási díjakkal kapcsolatos eljárások. Ezen túlmenően az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása és a járási hivatal hatáskörébe tartozik január 1-től, valamint a közgyógyellátásnak az alanyi és a normatív jogosulti részehez is átkerült, ez az ügyintézés január 2-től a járási hivatalban folyik. Ezeket az ügyeket tehát mostantól a Honvéd utca 8 szám alatt lehet intézni. Az irodavezető azonban azt is elmondta, ha mégis a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Irodát keresik fel, ők akkor is továbbítják az ügyet a járási hivatalhoz.